még alszik, fenség! Akkor legfőbb ideje, hogy felkeljen. A szép császárné zsenge még, ráfér még némi segítség. Míg minden leckét jól megért, rájön, hogy együttműködni miért jó. Épp mint egy paraszt olyan ő, tényleg nem tudja azt mi illendő. Kínos, nem engedelmes és nem jó, ő mint egy narcisz épp olyan s önfejű. Mond, ennyi alvás miért is kell? Miért ne? A lustulást nem tűröm el. Oly fáradt lettem! Mi mezzeg ötkor felkelünk, épp hogy az óra üt minden reggel. De az én férjem épp arra kért, pihenjek, friss legyek mára. Pihenni miért? Hisz elmondta azt, ma ilyen megkímélt téged a násztól. Ezt nem hiszem! Hát én is alig! Hogy lehet ennyire bárkodatlan? A fiamnak nincs előttem titka. Hát nem igaz! Csak kérdezd meg tőle! Megkérdem! Miért nem hiszed el? Ne vesszünk össze, nincs miért! Hát nincs is! Az etikettet jegyezd meg jól, és meg nem szól senki majd téged! Hadd üljek, Nóra! Butaság! Nem elegáns! Egy császárné nem lovagol! Régeztetés! Miért volna az? Az etikett megtiltja néked, ezt tehát nem teszed! Mert egy császárnénak illik fényes példálkozni, mindig illik önfeláldozóan élni kértünk. Hadd lássam én a fogsorot! Azt látnunk kell! Miért kéne? Hát nem túl nehéz! Nyissa már ki hát! Úgy sárga minden szégyen így! Mit kívánok, elvesz! Azért teszem, hogy végül megértsd, ő lehess majd a császári elfhez. Azt mondom én, hogy féltékeny rád. Féltékeny rád, hát ez több, mint vicces. De én van új némi szerénységet. Jó volna, nem! Épp közben Franz József látott, hogy mondtad anyád! Mert egy császári van illetékes mindenhoz nekem játszok ő. Nem húsz, hogy álljak melléd, de hidd el, sokkal jobban tennénk, ha mégis inkább ő ráhallgatnánk. Légy jég! Légy kő! Így hát, cserben hagysz.